Nagyon sok szeretettel köszöntelek minnyájatokat ezen a körzeti istentiszteleten. Kérlek, hogy nyissátok ki az igét János apostol első levelénél. János apostol első levele harmadik fejezetének az első három verse lesz a mai ige tanulmányunknak az alapigéje. Így hangzik ez az ige. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen ő is tiszta. Kedves testvéreim, azzal a gondolattal kezdjük el, hogy János apostol azt mondja, hogy lássuk meg, hogy milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, abban a tényben, abból a tényből, hogy mi Isten fiainak neveztetünk, és ahogyan a görög szöveg mondja, nem csak neveztetünk, hanem vagyunk is. Isten fiainak neveztetünk, és vagyunk. Lássuk meg ebből az Isten szeretetét, erre hív János apostol bennünket, és gondolkozzunk el ezen, hogy mit is jelent ez a kijelentés, ez a mondat, hogy Isten gyermekének lenni, Isten fiai vagyunk, Isten fiainak neveztetünk. Ugye két oldalról közelíthetjük meg ezt, milyen ajándékot jelent ez az Isten oldaláról. Honnan származik ez? A gondolat, hogy mi Isten gyermekei lehetünk. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten előre elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által. Akkor, amikor mi elszakadtunk az Istentől, akkor, amikor mi elkerültünk őtől, akkor szükség volt, hogy az Isten helyreállítsa a mi hozzátartozásunkat. Nem olyan magától értetődő az, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, bár a teremtés jogán azok lennénk. De mégis János evangéliumában azt olvassuk, hogy amikor Jézus eljövendő volt erre a világra, akkor azt olvassuk, hogy az ő tulajdonába jött, és az ő tulajdona nem fogadta őt be. Nem olyan egyértelmű, hogy azért, mert az Isten teremtett bennünket, azért mi az Isten fiai, az Isten gyermekei vagyunk. Mert vannak e világ gyermekei is, vannak Sátán uralma alatt álló és Sátánhoz tartozó emberek, akiket nem nevez az Isten gyermekeinek a Biblia. Az, hogy mi az Isten gyermekei lehetünk, annak a háttere, az alapja a teremtésen túl a megváltás, az, hogy az Isten a maga fiaivá fogadott vissza bennünket, adoptált bennünket Jézus Krisztus által. Ezáltal lehetünk mi az Isten gyermekei, ezáltal neveztethetünk mi az Isten gyermekeinek. Mert Isten elismer az ő tulajdonának bennünket, és gyermekeként viszonyul hozzánk. És az, hogy mit jelent az, hogy az Isten gyermekeként, gyermekeiként tekint ránk, és úgy viszonyul hozzánk, mint gyermekeihez, azt megnézhetjük abból, amit Jézus Krisztusnak mondott a keresztségekor. Íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Amikor valaki az Isten gyermekévé lesz, és majd ez egy másik gondolat, amire kitérünk, akkor az Isten gyönyörködik benne. Gyönyörködik benne, és örömmel kínál fel minden segítséget a számára. Hogyha megnézzük az igét, és végig gondoljuk, hogy mi minden áldást kapunk azáltal a tény által, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, akkor úgy összegezhetnénk, hogy mindent megkaptunk. Mindent, amire szükségünk van. Így is fogalmaz az ige. Mindennel megajándékozott bennünket, ami az Isten félő élethez szükséges. Mert ez a gondolat, hogy mi az Isten gyermekeinek neveztetünk, ez nem csak egy jogi eljárás. Ez nem csak azt jelenti, hogy az Isten a megváltás jogán gyermekeivé fogadott bennünket, és mi hozzá tartozunk, az ő tulajdonai vagyunk, és az ő oltalmát kiterjeszti felénk. Hanem azt is jelenti ez, hogy az Isten a maga lelkét adja a szívünkbe.
azt is jelenti ezt, hogy ez, hogy a fiúság lelkét adja, aki képesít bennünket, aki alkalmassá tesz bennünket, hogy valóban gyermekek legyünk. Hogy ne csak gyermekeknek neveztessünk. Ne csak elismerjen bennünket a sajátjaként az Atya, hanem hogy valósággal az ő gyermekei lehessünk. A legnagyobb ígéret, amit a Biblia tartalmaz, a leghatalmasabb ígéret, hogy az Isten a fiúság lelkét kibocsátja a mi szíveinkbe, és ez képesít bennünket arra, hogy valóságosan az Isten gyermekeiként éljünk. Enélkül nem lehet az Isten gyermekének lenni. Enélkül maximum a jog lenne, maximum az lenne, hogy az Isten kimondja rólunk, hogy az ő gyermekei vagyunk, de valóságosan akkor válunk az ő gyermekeivé, amikor a fiúság lelkét befogadjuk. Amikor a Szentlélek kimunkálja bennünk azt, hogy mi ténylegesen az Atya gyermekeként gondolkozzunk, érezzünk és cselekedjünk. Aztán, hogyha tovább nézzük ezt a gondolatot, ezt az ígéretet, hogy mi mindent jelent az, hogy az Isten gyermekei vagyunk, akkor ebben ott van az az ígéret, az a gondolat is, hogy aki gyermek, az örökös. Aki az Isten gyermeke, az egyben az Isten örököse is. Az igazán meghitt szoros apa-gyerek kapcsolatban fel sem merül az a kérdés, hogy ne lenne örökös. És micsoda kontraszt van a között, hogy a haláltól való félelemben éli le valaki az életét, vagy fogalmazzam meg másképpen, micsoda kontraszt van a között, hogy valaki folyamatosan azon görcsöl, és azon aggódik, hogy vajon fog-e üdvözülni. És a között, hogy valaki megnyugodott az Isten szeretetében, és bizonyossága van afelől, hogy mivel fiú, tehát örökös is. Hogy így mondjam, ráér arra, hogy másokért munkálkodjon. Ráér arra, hogy összekapcsolódjon az Atyával, és boldog közösséget éljen meg vele, mert megszűnt a félelem. Megszűnt a görcs, hiszen gyermek. Hiszen meghitt, szeretett közösségben lehet a szülővel. És nem kell azon agyalnia. Nem kell azon görcsölnie, azon gondolkoznia, hogy vajon fog-e örökölni. Mert ez olyan természetes. A fiú örökös. Aztán, hogyha még tovább gondolkozunk ezen, akkor találkozunk azzal az ígérettel, azzal a gondolattal is, hogy az Isten, minthogy fiak vagyunk, úgy fog bánni velünk, mint fiakkal. És melyik atya az, aki nem neveli az ő fiát? Nem csak elküldi az ő szent lelkét, és nem csak kiváltságunká teszi, hogy valóságosan gyermekei legyünk, és szerethessük őt, és ragaszkodhassunk hozzá, hanem az Atya úgy bánik velünk, mint ahogy egy jó atya bánik a gyermekeivel. Formálja, alakítja, neveli őket, ha kell, akkor megfeddi őket, olyan feladatokat ad nekik, ami segíti az ő fejlődésüket, növekedésüket, hiszen gyermekeként bánik vele. Hatalmas nagy ígéretek vannak ebben. De nézzük meg a másik oldalát is. Mi a mi részünkről a feltétele annak, hogy az Isten gyermekévé legyünk? Hogyha megnézzük az igeverseket, akkor ilyen gondolatokat, ilyen kifejezéseket találunk, hogy mi mindnyájan Isten gyermekei vagyunk a Krisztus Jézusba vetett hit által. Azáltal leszünk az Isten gyermekévé, hogy mi elhisszük az Isten irántunk való szeretetét. Mi elhisszük és megragadjuk a Jézus Krisztus váltságáldozatát, és megragadjuk az Isten ígéreteit. Ez tesz bennünket az Isten gyermekévé. Máshol úgy fogalmazza meg, valakik pedig befogadják őt. Valakik pedig befogadják őt. Azok hatalmat nyernek arra, hogy Isten fiaivá, Isten gyermekeivé legyenek. Azok, akik újonnan születtek. Az Isten gyermekévé csak az az ember válik, aki beleszületik az Isten családjába. Az Isten miközben elfogad bennünket és adoptál bennünket, aközben nem csak elfogad és adoptál bennünket, hanem a
az ő családjába kell beleszületnünk, felülről születnünk, az Istentől születnünk. Egyedül ez tesz bennünket alkalmassá, ez képesít bennünket arra, hogy valóságosan az Isten gyermekei legyünk. Azt mondja Malakiás próféta könyve 3. fejezetének az utolsó verse, utolsó két verse, hogy majd megtértek és meglátjátok, hogy különbség van a között, aki szolgál nékem, és a között, aki nem szolgál nékem. És meg fogom különböztetni az embereket, ahogyan az apa megkülönbözteti a gyermekét attól, aki nem gyermeke. Óriási kérdés ez, hogy valóságosan az Isten gyermekeivé lettünk-e az életünkben, és gyermekekként élünk-e. Valakik pedig befogadák őt, azok jogot, képességet és erőt nyernek arra, hogy az Isten gyermekeivé legyenek. Ezért jelentős az, hogy János apostol azt mondja, hogy lássátok meg, hogy mi nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk és vagyunk. Nem csak neveztetünk, nem csak kívülről ránk kerül egy pecsét, egy címke, hogy az Isten elfogad magáinak, hanem valóságosan az Isten a maga gyermekévé tesz az újjászületés által és a fiúság lelke által. Azt a kiváltságot jelenti, hogy napról napra az ő gyermekeként élhetünk. És kedves gyerekek, hadd szóljak most hozzátok egy picit, hadd idézzek fel egy történetet az életemből, és egy kérdést szeretnék hozzá feltenni. Középiskolás voltam, és szülői értekezlet volt az iskolánkban, és bement édesapám, hogy részt vegyen a szülői értekezleten. És a folyosón szembe jött velem egy osztálytársam, és azt mondta, hogy itt van édesapád. Soha nem látta addig. Soha addig nem látta, akkor találkozott vele először. Szerintetek honnan tudta, hogy az én édesapám ott van? Hasonlít. Hasonlítottunk egymásra. Konkrétan ő azt mondta, hogy ugyanúgy állsz, mint ő. Mert a gyerekek hasonlítanak a szüleikre. Szokták is nézni, hogy inkább az apja, inkább az anyja, mindenki meglátja az apát és az anyát is benne. Gyerekek, meg tudjátok még mondani, hogy kire hasonlítotok? Ki az, akinek van testvére? Meg tudják mondani mások, hogy ti testvérek vagytok? Amikor rátok néznek, és ott álltok egymás mellett. Szoktak ilyet mondani, hogy ti ugye testvérek vagytok? Miért szokták ezt felismerni? Miért tudják rólatok, hogy az a te testvéred? Kivel fordult már elő ilyen, hogy mondták, hogy ott a te testvéred? Miért mondták? Mert ti nagyon hasonlítotok egymásra. Nálunk úgy volt, hogy a legnagyobb fiam tanítónője ugyanaz, mint aki a 3. fiam tanítónője volt. És ugye értelemszerűen a Danival találkozott először, aztán ment az óvodába 4 év múlva fölmérni az leendő elsősöket, és teljesen ledöbbent. Mintha a Danit látta volna. Miért? Mert a gyerekek egymásra is hasonlítanak, a testvérek egymásra is hasonlítanak. És mit mond az ige? Nézzük csak meg. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Ugyanez igaz a lelki életben is. Ha valaki az Isten gyermeke, akkor az megláttatik ő rajta. Az láthatóvá válik rajta, mert hordja az ő ábrázatát, mert érzékelhetővé válik. És nem csak abból, hogy hogyan áll, hanem elsősorban abból, ahogyan viszonyul, ahogyan cselekszik, amilyen lelkület nyilatkozik meg az életében. És ez a kép kettős, mert Krisztus, ami atyánk fiának nevezi magát,
és nem szégyel bennünket, azokat, akik hisznek ő benne, nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Azért ezen érdemes elgondolkozni. Vannak szégyenteljes dolgok az életünkben. Az Isten gyermekéhez méltatlan dolgok. Krisztushoz, mint idősebb testvérhez méltatlan dolgok. És Jézus mégis azt mondja, hogy ő nem szégyel bennünket testvérének nevezni. Azt az embert, aki befogadta őt. Azt az embert, aki bízik ő benne. Habár nem nyilvánvaló most még, hogy mivé leszünk. De egy dolgot biztosan lehet tudni. Hogyha vagyunk, hogyha valóban Isten gyermekei vagyunk, akkor a mi életünk abba az irányba halad, hogy hasonlókká legyünk ő hozzá. Akkor, amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, amikor a legsötétebb éjszakában fénylenni és ragyogni fognak az Isten gyermekei ezen a földön, amikor Jézus Krisztus visszajön, és nyilvánvalóvá lesz, hogy ki az Isten gyermeke, és ki az, aki nem gyermeke, akkor egyértelműen, világosan és tisztán látható lesz, hogy igen, ez az ember Isten gyermeke, mert olyan, mint ő, mert hasonlít rá. És az Isten előre tekint és hitben látja ezt a mi életünkben is. Az apostol nem áll meg itt, és nem fejezze be itt a gondolatokat, hanem tovább megy, és azt mondja, hogyha ez a reménység megvan bennünk. Reménységet jelent ez? Csodálatos ígéreteket jelent ez. A legnagyobb örömhír ez, ami számunkra, hogy az Isten nem szolgáinak fogad el, az Isten az ő gyermekeinek fogad el bennünket. Az Isten befogad bennünket és megosztja önmagát velünk. Akiben megvan ez a reménység, az tudatosan tesz valamit. Az megtisztítja önmagát. Akiben megvan ez a reménység ő iránt, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen ő is tiszta. Az az ember, aki befogadja Krisztust, hogy az ő gyermeke legyen. Az az ember, aki megragadja hittel azt az ígéretet, hogy én Isten gyermekévé lehetek. Hogy az Isten gyermekeként élhetek ezen a földön. Az az ember tudatosan tesz egy dolgot az életében. Megtisztítja önmagát, amiképpen ő is tiszta. Az az ember akar hasonlóvá válni az ő mennyei édesapjához. Az az ember akar hasonlítani Krisztushoz, az idősebb testvéréhez. És ezért küzd és ezért munkálkodik az életében. Kedves testvéreim, hadd tegyem fel a kérdést utoljára befejezésként, hogy miért olyan sürgető kérdés ez a mi korunkban? Miért olyan fontos kérdés az, amiről ez a gondolat szól, hogy hasonlítani Krisztushoz, és csak egyetlen egy gondolatot hadd emeljek ki, mit jelent olyanná válni, mint Krisztus? Számomra a legkonkrétabb, megfogható célkitűzés olyanná lenni, mint Krisztus, az, amikor azt olvasom Jézusról, és több helyen olvassuk ezt Jézusról, a Bibliában így fogalmazza meg, hogy jön-e világ fejedelme, és nincsen semmije én bennem. A bizonyságtételekben úgy fogalmazza ezt meg, és több helyen találhatjuk ezt, hogy Sátán az emberi szívben mindig talál olyan gondolatot, olyan helyet, ahol megvetheti a lábát, és amin keresztül a kísértést érvényre juttathatja. De nem így volt Krisztusnál. Krisztus a gondolat egy árnyalatával sem érzéssel, sem gondolattal, sem az akaratával soha nem válaszolt a kísértőnek. És tudjátok, az a bátorító, hogy mivel a bizonyságtételekben ez több helyen előfordul, az egyiknél úgy írja, hogy az emberi szívben mindig talál. Az emberi szívben Sátán mindig talál fogást. Talál valami kapcsolódási pontot, amit megragad, és amit kihasznál, és kisiklat bennünket. De a Nagy Küzdelem című könyvben már nem így olvassuk. A Nagy Küzdelem című könyvben úgy olvassuk, hogy Krisztus nem engedett, nem talált benne Sátán semmi olyat, amit kihasználhatott volna. Sem gondolattal, sem érzelemmel, sem akarattal nem válaszolt. A szíve tiszta volt. És azt mondja, csak ilyen lelkülettel lehet megállni a végidején.
Csak így lehet megállni. Tehát el lehet ide jutni. Az Isten megtisztíthat és megszentelhet bennünket úgy, hogy ne legyen sem a gondolatunkban lehetősége Sátánnak fogást találni, sem az érzelmeinkben ne legyen lehetősége fogást találni, sem a döntéseinken keresztül, azáltal, hogy engedünk a bűnnek. Arról már nem beszélek, hogy akarjuk elkövetni. Hogy belerántson bennünket. Ide lehet eljutni. Viszont az üzenet az, hogy csak ezzel a lelkülettel lehet megállni. Amikor eljön az ő napja, és itt fellapoznám Malakiás próféta könyvét, és elolvassuk ezt az igét, amire utaltam. Amikor eljön az ő napja, akkor ezt mondja a 17.-18. vers Malakiás könyve 3. fejezetében. Azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között és a között, aki nem szolgálja őt. Amikor Jézus Krisztus eljön, és megnyilatkozik azon a napon, akkor az lesz látható, hogy ki az, aki az ő fia, és ki az, aki az ő fiaként szolgál. És ki fog derülni, hogy ki az, aki csak hivatkozott arra, hogy az ő gyermeke, de nem szolgál, és ki fog derülni, hogy ki az, aki nem az ő gyermeke. A teremtménye ugyan, de nem fogadta be. Nem ragadta meg ezt az ígéretet. És én azért tartom nagyon fontosnak ezeket a gondolatokat, azért tartom nagyon sürgetőnek, hogy ragadjuk meg az Isten ígéretét. Ragadjuk meg azt, amit János apostol mondott, hogy lássuk meg az Isten szeretetét ebben, és ragadjuk meg a fiúságban rejlő ígéretet, mert tudjuk azt, hogy amikor Jézus Krisztus eljön a maga dicsőségében, az ő hatalmában, akkor az ő isteni lénye teljességben fog megnyilatkozni. És azt is tudjuk, hogy az Isten jelenlétében a bűn megsemmisül. Egyszerűen nem marad meg. Ez egy nagyon pozitív dolog egyébként. De gondoljunk bele abba, hogy ki maradhat életben az Isten jelenlétében. Gondoljunk bele abba, hogy hogyan van jelen a bűn a mi életünkben, hol van jelen, hol van megragadható módon jelen a bűn a mi életünkben. Próbáljuk meg összeszedni. Megszületik egy gyermek. Jelen van az életében a bűn? Hol van jelen az ő életében a bűn? A genetikában, a testében. Azt mondja Pál apostol, hogy megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan benne. A testünkbe a bűn törvényként bele van írva. És ki adhat tisztát a tisztátalomból? Senki. Az első pont tehát, amit megragadhatunk, hogy a bűn jelen van a mi testünkben, a mi tagjainkban írva. Elkezd az a kisgyermek fölnőni. Hol jelenik meg a bűn az ő életében ezután? Megjelenik a bűn a cselekedeteiben. Ugye? De mi áll ennek a hátterében? A megjelenő bűnnek, a cselekedetekben megjelenő bűnnek a hátterében mi a forrás? Csak a hajlam? Csak a hajlam van ott? A gondolkozás is eltorzó, nem? Tehát a hajlam elvezet oda, hogy a mi gondolkozásunkat megváltoztatja, mert úgy gondoljuk, hogy akkor vagyunk boldogok, hogyha a saját kívánságunk, a saját akaratunk érvényesül, nem? Ekkor érezzük boldognak magunkat. Tehát a bűn jelen van az ember életében, a gondolkodásában is. Megromlik, mindnyájunk gondolkodása eltorzul. Nincsen köztünk olyan, akinek a gondolkodását ne fertőzte volna meg a bűn. Nincs ilyen. Szomorú, de ilyen nincs. Megjelenik a cselekedetekben. És mi történik akkor, amikor valaki sokszor cselekszik valamit? Ez szokássá válik, más néven a jellemévé válik.
Tehát, hogyha gondolkozunk, akkor a bűn legalább ezen a négy ponton jelen van. Jelen van a mi testünkbe, törvényként beírva, jelen van a gondolkozásunkba, amiből következik, hogy jelen van az érzelmi világunkban, és jelen van az akaratvilágunkban. Mert a gondolataink és az érzelmeink, a gondolkozásunk és az akaratunk az a legszorosabban összekapcsolódik. Ha valaki úgy gondolkozik, hogy gyűlöli a bűnt, akkor az nem fogja szeretni a bűnt. Ha valaki úgy gondolkozik, hogy gyűlöli a bűnt, akkor az nem fogja akarni a bűnt. Tehát a gondolkozás az magában foglalja az érzelemvilágunkat és az akaratvilágunkat is. Jelen van a bűn ott, hogy megcselekesszük, és jelen van a bűn ott, hogy ez szokássá, szenvedélyé vált mindannyiunk életében. Összenőttünk a mi bűneinkkel? Nagyon szorosan. Ha Jézus megjelenik, és a bűn ott marad bennünk, mi történik velünk? Jézus megemésztő tűz a bűn számára. Az ő jelenlétében nem tud életben maradni az ember, ha összenőtt a bűneivel. Tudjátok, az Ószövetségi áldozati rendszerben van egy nagyon sokat mondó szertartás. Pesszent Lőrinci testvérekkel beszélgettünk, gondolkoztunk erről. Ez pedig az a pont, amikor valaki a bűnért való áldozatot bemutatta, és nem csak annyit tettek, hogy a vérét felfogták, és a közbenjárás jegyében ez a vér szerzett számára bűnbocsánatot, hanem az illetőnek le kellett fejteni minden zsírt a belső részekről. És a pap ott állt, és várta, hogy a zsírt önként odaadja neki a bűnös, a bűnét rendezni vágyó bűnös. És aztán ezt elvitték, és elégették, és semmi nem maradt meg belőle. Azt fejezi ki ezzel az áldozati rendszer, hogy nekünk arra is szükségünk van a Krisztus vére mellett, a Krisztus vére szerez megbocsátást, bűneltörlést. De szükség van arra, hogy külön legyen választva a bűn tőlünk. Szükség van arra, hogy a bűnt megemészthesse az oltáron a tűz, hogy eléghessen teljesen, és ne maradjon abból semmi meg. Mert amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor azok az emberek, akiknek az életét, akik nem választották le, ezt is hadd hangsúlyozzam ki, nem a pap vette el a zsírt, akik nem választották le az életükről a bűnt, azok számára az életükben levő bűn lesz megemésztő tűz. Nem az Isten öli meg az embert, nem az Isten veszi el az életet. A bűn nem bírja ki az Isten jelenlétében. A bűn megsemmisül az Isten tisztaságától. De az az ember, aki összenőtt a bűnével, elválaszthatatlanul. Az az ember, akiről azt kell mondja az Isten, hogy összenőttek bálványaikkal, hagyd hát őket magukra. Amikor az Isten küzd és munkálkodik és kérlel, de nem sikerül külön választani, az az ember végül megsemmisül a bűnével együtt. Az Isten ezt nem akarja. Most még nem tudjuk, mivé leszünk, de tudjuk, hogyha hasonlóvá leszünk ő hozzá, hogyha nyilvánvalóvá lesz, akkor hasonlóvá leszünk ő hozzá. Akkor úgy olyanok leszünk, mint ő. És ez azt jelenti, hogy benne a bűn nem volt jelen. Azt jelenti, hogy teljesen tiszta volt a gondolkozása, az érzelemvirága, az akaratvilága, és Sátán semmit nem tudott kihasználni belőle. Gondoljuk végig, hogy arra bizonyos négy dologra, ahogyan jelen van a bűn, milyen választ ad az Isten? A testünkben jelenlévő bűnre milyen ígéretet ad az Isten? A legutolsó pont az, hogy elváltoztatja a mi nyomorúságot és testünket. De hadd kérdezzem meg, hogy ma milyen ígéretet ad az Isten erre? Egyrészt azt mondja, hogy új teremtés az, aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, és azért mondhatja ezt, mert ugyan a testünkben ott van egészen az újjáteremtésig a bűn, de azt mondja az ige, hogy az Isten jelenlétében a Krisztus áldozata által és a Szentlélek által működésképtelenné válik a bűnnek teste, hogy ne szolgáljunk a bűnnek. Nagyon radikális kifejezést használ az ige. Nem azt mondja, hogy megszűnik létezni, de azt mondja, hogy hatástalan. Azt mondja, hogy működésképtelen.
Mert jól lehet holt a bűn miatt, de annak lelke, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, élet az igazságért. Van megoldás az első pontra? Testvérem, csodálatos ígérete van az Istennek. Az ő lelke, életadó lelke hatástalanná teszi az emberi természetet. Nem kell, hogy a gyengeségemre hivatkozzak. Nem kell. Mert az Isten hatalmasabb az én gyengeségemnél. És nekem kiváltságom az, hogy befogadjam őt. Zárójeles megjegyzés. Néha a befogadás azt jelenti, hogy kényszeríti, hogy ott maradjon. Néha olyan küzdelmet jelent, mint amit jelentett az Emmauszi tanítványoknak, mert Jézus tovább akart menni. Jézus úgy tett, mint aki tovább megy az útján. És az Emmauszi tanítványok, ha nem kapcsolnak, ha nem vendégszeretők, ha nem érzik azt, hogy mi akarjuk, hogy együtt maradjunk, akkor Jézus tovább megy. És soha nem tudják meg, hogy kivel voltak együtt. Nagyon érdekes, a Bibliában nem sok helyen olvassuk ezt, de ott azt olvassuk, kényszerítették őt, hogy bejöjjön. Kedves testvérem, mit jelent befogadni? Mit jelent befogadni Krisztust a mi életünkben? Néha kényszerítést jelent, néha olyan küzdelmet jelent, mint aki azt mondja, hogy nem engedlek el, nem engedlek el, még meg nem áldasz. Gondolkodás. A második nagy terület, ahol a bűn jelen van az életünkben. Milyen megoldást ad az Isten a gondolkodásra, az érzelem és az akaratvilág problémájára? Egyetlen egy szóval meg lehet nevezni ezt a megoldást. Metanoeu. Úgy hívják. Megtérés. Az Isten a megtérésben, a megtérésen keresztül meg akarja változtatni a mi gondolkozás, érzés és akarat világunkat. Ezt jelenti megtérni. A megtérés több annál, mint azt mondom, hogy a Biblia igazság. A megtérés azt jelenti, hogy megváltozott az érzelemvilágom. A megtérés azt jelenti, hogy megváltozott a szándékom, az indítékom, az akaratom, mert akarok engedelmeskedni az Istennek, mert szeretetből akarok engedelmeskedni az Istennek. Milyen megoldás van az egyes cselekedetre? Ugyanaz, mint amit a testre mondtunk. Amikor az ember egy konkrét élethelyzetbe kerül, és meghozza azt a döntést, hogy ő akar engedelmeskedni az Istennek. Az Isten az ő saját hatalmát adja, hogy tudjon engedelmeskedni. Az engedelmesség lelkét adja. És milyen megoldás van a szokásokra? Milyen megoldás van a szokásokra? Az, hogy ismételjük a cselekedetet, nem? Az ember szokása nem változik meg egy pillanat alatt. Az Isten viszont napról napra szabadulást tud adni a berögzött rossz dolgokból. Hadd hozzam azt a hasonlatot, hogy kicsit olyan ez a mi életünkben, mint az alkoholbetegnek az alkohol. Én azt gondolom, hogy fokozatosan leszokni egy alkoholbetegnek nem lehet. Próbálkozhat vele, de nem nagyon megy. Valamikor el kell jöjjön az a pont, hogy leteszi a poharat. És utána zéró tolerancia van. Utána soha egy cseppet se. Mert különben újra és újra visszazuhan és fogságban marad. De nagyon fontos az, hogy az alkoholbeteg el tudja határozni azt, hogy ma nem iszom. Volt egy beszélgetésünk az egyik rehabilitációs táborban, és ott azt mondta, két csoport, két irányzat volt jelen. Az egyik irányzat azt mondta, hogy ki kell mondani, hogy soha többé nem iszom. Másik csoportból tartozó azt mondta, ne haragudjatok, ez akkora nagy mondat. Ebbe belegondolok, akkor inkább iszom. Elég, ha azt mondom ki, hogy ma nem iszom. Mert ez a 24 óra, ez itt van előttem. Ez egy megfogható idő. És mondjam el minden reggel, hogy ma nem iszom. Valahol a kettő együtt kell, hogy legyen a mi gondolkozásunkban. Mind a kettőre szükségünk van. Kell egy olyan elhatározás, amit olvassunk az egyik ószövetségi történetben, Naamán történetében, hogy én többé nem áldozom.
És kell egy olyan, ami napról napra megerősíti bennünk ezt az elhatározást, hogy én ma nem. A jellemünk változása ott kezdődik el, amikor az ember eltökéli a szívében, hogy ő a bűnnel szakítani akar. És az Isten el tudja venni a szenvedélynek a kényszerítő erejét, és tud segíteni abban, hogy az ember megálljon. De ehhez kell egy döntés az ember részéről, ehhez kell egy együttműködés az ember részéről. És utána még a szokás kialakítása, az pedig egy élethosszig tartó folyamat. A szokásunk, a jó szokások kialakítása és a rossz szokásoknak az elhagyása, az nem egy pillanat műve, az napról napra történik. Míg végül el lehet mondani, hogy egy iszonyú indulatos emberből a Föld legszelidebb emberévé lett. Kellett hozzá egy néhány év, nem? És kell hozzá az, hogy az ember ne feledkezzen meg a régi bűneiből való megtisztulásáról. Ezért van az, hogy az alkoholbetegek a maguk mozgalmában, az anonim alkoholista mozgalmában mindig úgy kezdik a hozzászólásukat: Gábor vagyok, alkoholista. És lehet, hogy 20 éve nem ivott, lehet, hogy 10 éve nem ivott, de nem feledkezik el arról, hogy ő neki van egy betegsége, amely betegség nem gyógyítható, amely betegség lehet tünetmentes, de amikor úgy gondolkozik magáról, hogy ő már nem alkoholista, akkor veszélyben van. Nincs egy kis áthallásunk? Sziasztok, Gábor vagyok, bűnös. És ez nem azt jelenti, hogy nekünk vétkeznünk kell. Ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy nekünk úgy kell menekülnünk az Istenhez, mint akik tudják, hogy halálos betegek. És csak az Isten hatalma és kegyelme tudja megtartani őket. Nincsen más szabadulásunk. Az Isten nélkül, az Istenbe vetett bizalom nélkül, az önmagunkkal szembeni fenntartás nélkül nincsen szabadulás. Beszélgettem valakivel, aki alkoholbeteg, és mondott egy nagyon elgondolkoztató mondatot. Azt mondta, tudod, amikor megfigyeljük azt, hogy valaki elbízza magát, akkor ez az egyik tünete annak, hogy rövidesen el fog esni. Amikor magunkról úgy gondoljuk, hogy mi most már meg vagyunk mentve, mi már jó helyen vagyunk, akkor aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Az Isten gyermekei lehetünk, és ennek örülhetünk, de most van az a folyamat, amikor még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, és Isten gyermekei vagyunk, akkor hasonlókká leszünk ő hozzá. És akiben ez reménység, az együttműködik vele. Az megtisztítja önmagát. Úgy is lehetne megfogalmazni, a legsürgetőbb dolog, a legfontosabb dolog ma a mi számunkra, hogy milyenné válik a mi lényünk, a mi jellemünk. Hogy átformálhat-e és átalakíthat-e bennünket az Isten szeretete. Hogy megszabadíthat-e és megtisztíthat-e minden bűnünktől. Mert amikor Jézus visszajön, akkor azok a gyermekek maradnak életben, akik olyanok, mint Krisztus. Akinek az életében a bűn nem volt jelen. Akinek a gondolkodása megszentelt volt. Akinek a cselekedetei tiszták voltak. És ezzel a lelkülettel lehet megállni. Kedves testvérem, én szívemből kívánom, hogy ne kelljen az Istennek egy ilyen mondatot kimondani az életünk felett. Összenőtt a bűneivel, mivel hogy gonoszok, meg nem tisztíthatók. Hagyd hát őket magukra. Hanem inkább az a mondat hangozzon el fölöttünk: íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Amen.